Egy ehhez hasonló lehallgató készüléket találtak tavaly márciusban az MTV a megbízott vezérigazgatójának szobájában. Később kiderült, hogy az egyik igazgatónak köze lehetett a Poloska elhelyezéséhez, ugyanis az ő engedélye nélkül nem lehetett volna hozzáférni a vezérigazgató szobájához. Amikor ezzel szembesítették, a rendőrségi jegyzőkönyv szerint állítólag azt mondta, hogy az eszköz telepítése magasabb célokat szolgál. Az ügyészség tiltott adatszerzés gyanúja miatt indított nyomozást, de ezt megszüntették, arra hivatkozva, hogy a lehallgatás nem lakásban történt. Idézték a jogszabályt, ami szerint bűncselekmény az, ha valaki más lakásában, egyéb helységében vagy az azokhoz tartozó bekerített helyeken történteket technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli vagy rögzíti. A hvg.hu megkereste az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elnökét. Péter Falvi Attila azt válaszolta, a törvény szerint lakásnak minősül a nyilvános vagy a közösség részére nyitva álló helyen kívül minden egyéb helység vagy terület. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy 2015-ben az Alamegyei Főügyészség vádat emelt egy olyan ügyben, amikor egy mosdóban helyeztek el olyan eszközöket, amellyel tiltott adatszerzés valósult meg. Emellett jelezte azt is, hogy Poloskát csak hatóság telepíthetett volna, ők is csak engedéllyel. Az MSZP szerint az ügyészség szándékosan értette félre a törvényt. Az egyik gyanúsítottja az ügynek egy paksi fideszes politikus, aki egyébként Orbán Viktor mellett szokott pózolni a fotókon, és őt nem akarják felelősségre vonni. Az ügyészség megint ugyanazt a politikai játszmát játssza, amit szokott, fideszes megrendeléseket teljesít. A Fidesz 2014-es választási kampányában készült képen Orbán Viktor miniszterelnök mellett Enyedi Csaba áll. Miután sikertelenül indult paksi képviselőnek az MTVA adminisztrációs igazgatója, valamint a vezérigazgató kabinet vezetője lett. A lehallgatási botrány miatt ősszel mentették fel. Kerestük az MTV-t, de azt írták, nem kommentálják a nyomozó hatóságok munkáját.